Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Elérkeztünk a legelső 8. generációs konfigomhoz, ugyanis eddig videóban még nem állítottam össze Intel Core processzor 8. generációval gamer PC-t. Egy ideig az is probléma volt, hogy bár hivatalosan megjelent a 8. gen, viszont a magyar boltokban nagyon lassan kerültek be, hiány termék is talán még mind a mai napig. Ezt lehetett róla olvasni, hogy nagyon nem jutottak el a boltokig. Minden nap néztem az árukeresőt, a boltokat, és ha nem találtam ilyen processzorokat, de most már ezen túl vagyunk, így úgy gondoltam, hogy ideje megpróbálkozni egy ilyen konfiggal. Ugye nagyon fontos tudni, hogy 1151-es foglalat, azonban az eddigi alaplapok azok nem lesznek jók, így egy azonos generációs Asus Prime Z370P alaplapot választottam ki, ami durván 42.000 forinttól kezdődik. Ugye a Z370-es chipset fogja támogatni a tuningot, ahogyan a magas memória órajeleket is. Processzornak így a K-s verziót választottam, Intel Core i7-8700K, alap órajelen 3,7, turbó szinten 4,7 GHz-en megy, ugye 6 mag, 12 szál, tehát 12x4,7 GHz-en, ami munkában és gamer teljesítményben egyaránt brutális. Játékoknál überli az i9-es processzorokat is, ugyanis azok alacsonyabb órajelen mennek. Egy custom hűtőt választottam hozzá, 10.160 forinttól, 12 cm-es ventikkel, részhőelvezetéssel, jól ki fogja tudni szolgálni ezt a processzort. Ebbe bele tartozik akár a minimális tuning is. Szerintem olyan 5 GHz körülre ezzel a hűtővel fel fogjuk tudni húzni ezt a processzort, nem minthogyha egyébként nem lenne első osztályú a teljesítménye. G-Skill 2x8 GB DDR4 3000 MHz. Úgy gondolom, hogy így RAM kérdéssel jó árban bőven el leszünk látva, hiszen első osztályú kiváló árértékarányú RAM modulokat választottam ki. Tápegységben még mindig a Corsair C650 van a legjobb árérték arányban, ha 80 plusz gold minősítést szeretnénk megütni. Egyszerűen szólva, ilyen teljesítményű tápegységet és ilyen minősítés mellett nem fogunk olcsóban találni. Ugye az EVGA tápok vannak még, az FSP Aurum, szintén jó árba, azonban egy picit komolyabb árcédulával. Gépháznak Zalman Z3 Plus. Nem az a nagyon drága kategória, viszont mindenféleképpen a minőséget emelném ki. Jó szellőzik, kábelmenedzsment, jó kinézet, kialakítás, HDD-knek szuper hely van, láthatjuk, nem az az ősrégi csavaros megoldás, hogy nem férsz hozzá HDD-khez, meg fél óra beszerelni egy HDD-t, vedd le mind a 10 oldallapot idézőjelbe, stb. Szerelhető. Egyébként a Zalman házak jelenleg a legjobbak, a 10.000 vagy a fölött, ugye van a Z1 Neo, van a Z3 plusz, a sima Z3 sem rossz, azt is szoktam ajánlani. Ezek olyan gépházak, amiben azért már egy erős felső-közép vagy egy felső kategóriás gamer PC, és én úgy gondolom, hogy teljesen nyugodtan vállalható, ellentétben sok más gagyi 8-10.000 forintos gépházzal, amik vagy nem rendelkeznek kábelmenedzsmenttel, rosszabb a kialakításuk, esetleg nem szellőznek túl jól, nagyon sok gagyi minőségű gépházat ki lehet fogni. HDD Seagate Barracuda 1TB 7200 SATA 3. Fontos kiemelni, hogy ott van a másik oldalon a VD Blue, szóval vagy ez, vagy az. Nagyjából azonos áron van a kettő, és nagyjából ugyanolyan minőség, teljesítmény, tehát lényegében kinek melyik a szimpatikusabb. Videókártyának én egy MSI GTX 1080-at választottam, az Armor kiszerelésűt. Ez a fehér-fekete design a kártyának, szerintem jól fog menni a fehér-fekete Zalman Z3 Plus gépházhoz. Egyébként nem utolsó szempont volt az árazása is, 169.000 forinttól, azért a GTX 1080-nak jobbára 180.000 forint vagy a fölött,
és ugye most jelent meg a piacon 1070 Ti, annak ellenére, hogy az egy rosszabb videókártya, kb. Az is ilyen áron kapható, tehát egy remek árértékarányú kártyát választottam ki. Hát így állt volna össze a felső kategóriás Intel Core i7 8. generációs gamer PC. A jövőben még várható config majd 8100-zal is, esetleg 8400-zal. Mindenféleképpen érdemes lesz követni a csatornát. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!